Útzárra készüljenek, a Nagyszeder utca egy szakaszán dolgoznak majd a vízügyes szakemberek. Ha a polgárőr szeretne lenni, jelentkezzen, egy online dokumentumot kell elsőként kitölteni. Sok érem, kupa, külön díj, évzárót tartott a Sziládi RFC. Fűszerkertet avattak, igazi összefogás eredménye a Sziládi óvoda projektje. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió szerda esti hír összefoglalója. Milliók tűntek el egy kiskunhalasi társasházi lakóközösség bankszámlájáról. Ebben a témában, mely napok óta foglalkoztatja a helyi közvéleményt, a Halas Televízió a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságtól tájékoztatást kért. A mai napon az alábbi választ kaptuk a rendőrség sajtóosztályától, Hürkett Zoltántól. Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a szóban forgó ügyben a kiskunhalasi rendőrkapitányságon csalás büntette miatt rendeltek el nyomozást. A történteket jelenleg kijelölés alapján a bajai rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll módunkban adni. Nyilatkozattételi lehetőségünkkel ezúttal nem élünk, zárta a közleményét a rendőrség. A témában érintett társasházi lakóközösség közös képviselője, Laskovicsné Terzics Edit, az üggyel kapcsolatban közleményt juttatott el a Halas Televízióhoz, melyben a következőket írta, idézem. A kiskunhalasi rendőrkapitányságon az üggyel kapcsolatban megtettem a szükséges feljelentést, az érintett társasházak tulajdonosait tájékoztattam a történtekről, illetve tájékoztatni fogom, amint a nyomozóhatóságtól kapok valamilyen információt, áll tehát a közös képviselő közleményében. Laskovicsné Terzics Edit a közleményéhez hozzátette, hogy a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, az érintett tulajdonosokat tájékoztatta az ügyről. Többet ettől a bűncselekményben jelenleg is folyó nyomozás miatt nem tehet, nyilatkozta Laskovicsné Terzics Edit. Jelentkezzen az újonnan megalakuló polgárőrségbe. A kiskunhalas.hu honlapon található űrlap segítségével lehet jelentkezni. Polgárőr lehet minden büntetlen előéletű magyar állampolgár, vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett külföldi, aki egyetért a rendőrség, polgárőrség céljaival, s hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában. Mint ismeretes, a Kiskunhalason tapasztalható lopások, egyéb bűncselekmények tették indokoltá a toborzást. Aki kitölti a belépési nyilatkozatot és adatlapot, annak az előéletét a rendőrség leellenőrzi. Ezután következik egy bizonyos idejű 3 vagy 3 plusz 3 hónap próbaidő, amely alatt önálló szolgálatot nem teljesíthet. A próbaidő sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává. Figyelem, útlezárás lesz. Június 19-től, hétfőtől egészen 23-a péntekig útzár lesz a Nagyszeder István utca, Erzsébet királyné tér és Dózsa György utca közötti szakaszán. Szennyvízhálózati hiba elhárítást hajt végre a Kiskunvíz. A lezárás időszakában az átmenő gépjármű forgalom ezen a szakaszon nem lehetséges, kizárólag az ott lakók ingatlanokba történő bejutását tudják biztosítani. Minden nap hatalmas forgalmat bonyolít le a Kertváros irányából a kiskunhalasi Nagyszeder utca. Aki hétfőn, kora reggel erre jön, az ne rutinból, megszokásból közlekedjen, hiszen itt, ebben a csomópontban egy útlezárást fog találni. Két választása van, vagy megpróbál valahogy visszajutni a Dongér-völgyi elkerülő útra, vagy nagyon egyszerűen jobbra lekanyarodva az Erzsébet királyné téren keresztül halad tovább a belváros felé. Ugyanilyen útlezárásra készüljenek azok is, akik a Semmelweis kórház irányából érkeznek erre a szakaszra, nem tudnak tovább jönni a Kertváros felé, nekik a Dózsa György utca felé kell majd kanyarodniuk. Mindennek a lezárásnak az az oka, hogy javítják a szennyvíz hálózatot a Kiskunvíz Kft. Szakemberei. Ez a szennyvíz nyomóvezeték, ez a Kertvárosnak a szennyvízét továbbítja itt a Nagyszeder utcában, elengedhetetlennek működése. Ez a szennyvíz nyomóvezeték meghibásodott, ezt kell kijavítanunk. És ezeken a szennyvízvezetékeken lévő tisztítóidomokat fogjuk megszüntetni,
és működhethető állapotba hozni. Sajnos ez az út tengelyében van ez a nyomóvezeték, ezért a teljes utcát le kell zárni, várhatóan 5 munkanapra. Megpróbáljuk minél nagyobb erővel, minél gyorsabban ezt a munkát megoldani. Sajnos más variáció erre nincsen, le kell zárnunk az utcát, mert a bontási munkák ezt megkövetelik. A kertvárosi városrész szennyvíz elvezetése ezen időszak alatt is folyamatosan biztosítva lesz. Az előkészítő munkálatokat már megkezdték a vízügyes szakemberek. Hétfőtől itt több helyen bontanak, ásnak a munkagépek. Szerencsére a mélység az nem túl nagy, ez olyan 1 méter, 1 méter 30-as mélységben a szennyvíz nyomóvezeték. A bontás mértéke attól az aknától függ, ami ebben a szerelvényben, illetve a szerelvény körül van. Ez a mérték, ez több négyzetméter is lehet. A nagyforgalmú útszakasz jelentős teherforgalmat is lebonyolít. A nagyobb járművek számára táblákkal jelzik majd a terelő út súlykorlátozását is. Az Erzsébet királyné tér és a Dózsa-György közötti szakaszon zárjuk le a Nagyszeder utcát. Ez azt jelenti, hogy a személygépjármű forgalom az Erzsébet királyné tér felé, illetve a Dózsa-György utca felé tudja megkerülni ezt a lezárt szakaszt. A tehergépjármű forgalmat pedig innen kitiltjuk. Ugye ezeken a szűk szakaszokon nem engedjük be a tehergépjárműveket. A megkerülőn, illetve a Dózsa-György utcán a Szászkári utca felé tudnak közlekedni a 3,5 tonna feletti gépjárművek. Csütörtök reggeltől ismét használhatják az autósok, kerékpárosok a Kárpát-Patika előtti útszakaszt. Mint arról beszámoltunk híradónkban, a hét első napjaiban ebben a kereszteződésben dolgoztak a szakemberek a vízelvezetési gondok megoldásán. Régóta okozott bosszúságot a környéken élőknek és az erre közlekedőknek, hogy esős időben megállt az úttesten a felgyülemlett csapadékvíz. Tóth Péter, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetője ma arról adott tájékoztatást szerkesztőségünknek, hogy a munkálatok lezárultak, így a szóban forgó útszakasz csütörtök reggeltől ismét használhatják az arra járók. Ismét a református templom adott helyet a Sziládi RFC évzárójának. Bocskorás Bertalan elnök lelkész útmutató gondolatai után Fodor Tamás klubvezető köszöntötte a megjelenteket. Ezúttal is értékelte a különböző korosztályok teljesítményét Vince Attila sportigazgató. Sok érmet, kupát, külön díjat adhattak át az arra méltó játékosoknak, edzőknek, segítőknek. A hagyományoknak megfelelően a református templomban tartotta évzáró ünnepségét a Sziládi RFC. A megjelent sportolókat, edzőket, támogatókat, szülőket Bocskorás Bertalan elnök lelkész köszöntötte. Hit és sport. Sport és hit. Hittel űzhetem a kedvenc sportomat, de amit nem szabad, hogy sportot űzzek a hitemből. És ahogyan mondhatjuk, hogy amilyen elkötelezettséggel űzik néhányan a sportot, olyan elkötelezettséggel űzte hite Pál apostolt az evangélium szolgálatába. És ez azt gondolom, hogy minta lehet mindannyiunknak a hit és a sport területén is. Az ünnepségen Fodor Tamás megköszönte a szülők áldozatvállását és segítségét. Ahhoz, hogy a csapat felálljon, nem kevés munka kellett, és 12 év. Ezt szeretnénk most megköszönni mindenkinek. Először is nektek szülőknek, hogy minden nap elhozzátok sportolni a gyerekeiteket egyesületünkbe, és támogatjátok abban is őket, hogy hétvégéket is velünk tölthessék a focipályán. Nem kis áldozat ez. Rengeteg lemondás, rengeteg energia, délutáni taxizás, átszervezett hétvége, koránkelés, buszozás, ázás, fázás, és még sorolhatnám. De ezt ti is ugyanolyan jól tudjátok, hogy a gyerekek mindig kárpótolnak bennünket. Egy elhozott kupa az egész család napját bearanyozza. Legalábbis reméljük, mert a miénket biztosan. Vince Attila sportigazgató beszédében felidézte a klub elmúlt 12 évét. 2011. április 21-én alapszabályunk szerint alakult a Sziládi RFC. Zsellér Pál tiszteletbeli elnökünk akkori vezetésével. Egy tapsot kérnék szépen a Pali bácsinak. Köszönjük szépen, sok tisztelettel köszöntünk
majd Horváth Anikó következett az elnöki pozícióban, utána Kárászné Botka Nóra, és az utóbbi 5 esztendőben pedig az imént hallott Fodor Tamás elnök úr. Amint felvételeinken is látszik, kupákból, érmekből ezúttal sem volt hiány. Ezeket az arra érdemes labdarúgók és edzők vehették át. Köztük volt a klub történetének egyik legnagyobb sikerét elérő U15-ös csapat, amely ezüstérmet szerzett a kiemelt bajnokságban. A csapat kapitánya és gólkirálya Gáspár Zalán volt. Szerintem a csapat abban volt jó, hogy már nagyon sok éve együtt focizunk, és szerintem idén jött ki annak a gyümölcse, hogy nagyon régóta együtt focizunk, és ez a csapat ez már nem csak egy csapat, hanem szerintem egy nagy család, a szülők nagyon sokat tesznek hozzá, hogy ez a csapat működjön, és tényleg azt érzem, hogy ez a második hely megérdemelt idén. A magam játékáról azt tudnám elmondani, hogy szerintem egy jó szezont futottam, nagyon sok meccsen tudtam húzni a csapatot. Persze, szerintem tavaly kicsit sokkal többet tudtam beletenni a játékba, de idén sem volt szerintem annyira jól játszottam. Az ünnepségen vehette át az érmet az U19-es csapat, amely megnyerte a megyei bajnokságot. Ugyancsak emlékéremmel utalmazták a legkisebbeket, akik a gyermekligában szerepeltek. Megköszönték a szülői közösség, az edzők munkáját, segítségét is. Az esemény zárásaként derült ki, hogy kikapja idén az Egyesület által alapított Proludum Calcium Adiuvando díjat. Idén Paul Smolc Katalin, a klub korábbi alelnöke volt a kitüntetett. Fűszerkerttel, Kishiddal gazdagodott a Szilády János utcai óvoda. A mini falu patakkal és fűszerkerttel projekt igazi összefogás eredménye. Részt vettek benne az óvónők, a gondnok, a szülők, a Zöldhíd Egyesület, és még a Merkbau ZRT is besegített abban, hogy a gyerekeket ezen a nyáron már egy új udvari alkotás és egy kiskert fogadja. Sambirág, aranysárga a világ, kakukkfű, kakukkszó, virágtól mi volna jó. Egy igazán ide passzoló dallal avatták fel a mini falut, melyhez Kispatak és Híd is tartozik. Egy nagy összefogásnak köszönhető ennek a létrejötte. Onnan indult, hogy a Zöld Híd idén 10 éves, és én Zöld Híd tag vagyok. És Mariannal beszélgettünk, a Mondja Mariannal, és mondta Marian, hogy valamit ki kéne találni. Mondom, Marian, kellene egy kis testvér a Szilárd óviba, hogy legyen egy kis hídunk, egy kis Zöld Hídunk, de önmagában egy kis Zöld Híd. Hát akkor alá kellene egy patak. De ha kell egy patak, akkor kell egy falu. Ha kell egy falu, ahhoz kell egy kert. Kertünk már van sokféle, viszont nincs fűszerkertünk, és így jött az ötlet, hogy fűszerkertet készítsünk, mert azt gondoljuk, hogy ezzel is színesíteni, édesíteni, sózni tudjuk az életet és a gyerekek életét is. A projektbe bekapcsolódtak a szülők, az óvónők és még a Merkbau ZRT-t is megnyerték partnernek. Egy pár évre visszanyúlik már a kapcsolatunk itt a Szilády Áron utcai óvodával. Először talán gyümölcsfát hoztunk ide az óvinak. Aztán tavaly a levendula rézsűt csináltuk, és most tavasszal Ildikó ezzel a mini falu projekttel keresett meg minket. Egy egész komoly projekttervet kaptunk, fényképekkel, költségvetéssel. Már voltak olyan tételek, amire megvolt, hogy honnan lesz megoldva, és akkor ami meg nálunk a profilba vágott, abban próbáltunk mi is segíteni, úgyhogy így kapcsolódtunk össze. A gyerekek örömmel ismerkedtek a fűszernövényekkel. Meséld el nekem, hogy milyen fűszereket szeretsz, melyik a kedvenced? A bazsalikom. Milyen ételekbe szoktátok tenni? A pizzákba. Bazsalikom, rozmarin, ennyi. Nem is nagyon sokat. Melyik fűszert szereted a legjobban? Mit szoktál az ételekben találni? Mindenfélét. Borsot ismered? Igen, szeretem is. A most 10 esztendős Zöldhíd Egyesület vezetője úgy gondolja, ez a projekt jól illik abba a környezetvédelmi tevékenységbe, melyet egy évtizede elgondoltak. Azt gondoltuk, hogy egy óvodaszépítés az mindig egy csodálatos dolog. Én azt gondolom, hogy az Egyesületünk nagyon régóta együttműködik a Szilády óvival. Az óvoda példamutatóan gazdagítja a környezeti nevelés tartalmakat, és én azt szeretném, hogy ezt folytatódjon tovább, és több óvodában is legyen neki kis testvére, mert a gyerekeknek ez igazán azt jelenti, hogy összekötjük a gondolatainkat, és összekötjük azt, hogy a környezetvédelemért teszünk, illetve ahogy ez az óvoda is, a többi óvoda is tegyen még sokkal többet a fenntarthatóságért.
Ha a hulladék szállítással kapcsolatos ügyintéznivalója van, akkor a kihelyezett ügyfél szolgálatot is igénybe veheti. A szolgáltató a Kiskunhalas alsó szállás pusztán található telephelyén is fogadja az ügyfeleket. Június 16-án pénteken 8 és 12 óra között lehet menni ügyet intézni. 23-án és 30-án pénteken 9 és 14 óra között lesz nyitva a kihelyezett ügyfélszolgálat. Ezen idő alatt teljes körű segítséget nyújtanak a szolgáltatást érintő változások esetén, ilyen például adásvétel bejelentése, felhasználó változása vagy a szolgáltatás módosítás esetében. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Útzárra készüljenek, a Nagyszeder utca egy szakaszán dolgoznak majd a vízügyes szakemberek. Ha a polgárőr szeretne lenni, jelentkezzen, egy online dokumentumot kell elsőként kitölteni. Sok érem, kupa, külön díj, évzárót tartott a Sziládi RFC. Fűszerkertet avattak, igazi összefogás eredménye a Sziládi óvoda projektje. Kedves nézőink, a folytatásban az időjárás előrejelzés következik, majd a napi mozaikban egy színdarabból mutatunk egy részletet, a darab címe Szemen szedett igazság. Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is figyelmükbe ajánlom, hogy iratkozzanak fel a Halas Televízió YouTube csatornájára, kövessék be a Halas Média Facebook oldalát, és természetesen figyelmükbe ajánlom még ma a halasmedia.hu hírportálunkat is. Viszontlátásra!